Bodrogi Gyula szerint a DK-s László Imre a legalkalmasabb polgármester jelölt Újbudán. A Nemzet színésze és a politikus közös fotót jelentetett meg, melyen Bodrogi azt írja, én rászavazok. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a színművész régi barátságot ápol László Imrével, akit már akkor ismert, amikor kórházigazgató volt. A polgármester jelölt megköszönte Bodrogi Gyula támogatását. Azért van benned némi műsorvezetői vén, ha nem csinálod rosszul. Én az Echo televízióban fordult elő először, hogy annyira felbosszantottak az ott lévő fideszes kollégák, akik egyfolytában azzal csesztettek elnézést, hogy kire szavazok, hogy élő adásban mondtam el, hogy kire szavazok, és a rádió műsoromban is mindig elmondom, hogy kire szavazok. Ez miközben magánügy, mint a származás vagy a vallás. Végül is, ha valaki vállalja, felvállalja, az minden ilyen nagyon magas póz. Azzal mit kezdtünk? Bodrogival vagy akár veletek? Tehát, hogy te például meg fogod mondani, nem. És ha nem, akkor miért nem? Azért már, hogy újságíróként dolgozom, és nem hiszem, hogy ezt nekem el kellene mondanom. És te azt gondolod, hogy a te mindennapos tevékenységed a klubrádióban, az nem mutatja azt meg például nekem, hogy te hova tartozol, és ahhoz... De szerinted megmutatja? Hát egy tízes skálán tízesre. Vagy színész vagy. Nem, ebben most nem menjünk bele a témába. De ebben nagyon is. Ebben nagyon is. Tudnék, a pulai... A te válaszod mi? Unikum. Nem. Unikum. Én nem vagyok finnyás. És ezekben és magadról beszél. Persze, ilyen kérdésekben is, vagy ilyen kérdésekben sem. Én azt gondolom, hogy ugye egy kutatócéget vezetek. Én azt gondolom, hogy egy kutatócégnek is lehet értékpreferenciája. És vannak bizonyos értéktalapzatok, amin működik, ami természetesen nem befolyásolja a kutatás eredményét. Ennek okán azt gondolom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy én milyen irányba is kire fogok szavazni egy ilyen választásokon, és mivel Budapesten szavazok, ez is nagyjából teljesen egyértelmű. De nem gondolom, hogy ezt hangoztatnom kellene, mert nem gondolom, hogy nekem be kell folyásolnom az embereket. Jó, de ezen a téren. Miközben a szerkesztő is sugott valamit a fülembe, és nem fogom kibeszélni, mégiscsak az a téma, hogy a Bodrogi e tekintetben szintvallott, miközben ez a szintvallott is egy rossz szöveg. Ha ő Fradi Drucker, mi a különbség a között, hogy ő egyébként László Imrére? Hát, hogy a Bodrogi, hogyha föl akar majd lépni mondjuk Debrecenbe, akkor majd nem hívják meg. Tehát ez lesz. Sajnos ebben az országban ez a felvállalásnak a kérdése. De ez a Bodrogi legitim dolog felvállalni. Tehát én határozottan azt gondolom, hogy akinek olyan készítése van, belső készítése van, hogy vállalja fel, hogy kire szavaz, azt szerintem nyugodtan vállalja fel. Ez szerintem teljesen legitim. És szerintem abszolút legitim azt mondani, hogy én ezt magam részéről nem vállalom fel, még akkor is, hogyha ez egyértelmű, vagy nagyon sokan azt gondolják, hogy bizony ez az ember így fog szavazni. Hogy mondjam, ez pontosan az a szabadság, ami a választásnak a szabadságából az országban, az a szabadság. És egyébként, amire szükség lenne. András, könyörögve kérlek. Szabad valami más szempontot is behozni ebbe én a dologba? Kifejezetten kérni szerettelek volna. Mert hogy én, amikor még régen csináltunk gazdasági elemzéseket a kórházakról, akkor például egyszer mi nagyon mély elemzést csináltunk a budapesti kórházakról. És akkor ez a kórház, amit ő vezetett, az volt az egyetlen, amellyel lényegében semmi probléma nem volt. Nagyon-nagyon sok kórházzal nagyon sok bajunk volt. Az ő általa vezetett kórház kimagaslóan jó eredményekkel működött. És azért ez nekem úgy egy jó leső érzés például, amikor önkormányzati választások. Azért annyit abban... értem, de ez egy ilyen furcsa válasz volt a kérdésre. Szóval a Bodrogira egy pillanatra... Én nem a te kérdésedre válaszoltam. Nem furcsa válasz volt, hanem egész más válasz. Akkor egy utcában nevezünk. Igen, de én becsülöm azt, hogyha valaki egy ilyen nagy kórházat így el tud vezetni egy olyan körülmények között, ami hát nem volt könnyű. A polgármester jelölt úr kiváló jelölt, nincs is ebben gond, de azért Andrással muszáj visszakanyarodnom, ne arra, hogy ezt van. Kérlek. Szóval én tök jól érzem magam a stúdióban. Hál' Istennek, ez most látszik. Kiváló, igen, köszönöm. Kiválóan félig kényelmes székekben, és itt én azt ügyvédként azt merem mondani, hogy Karácsony Gergelyre fogom behúzni az X-et, a polgármesteremre, aki a 19. kerületben a jelenleg regnáló, rá fogom behúzni az X-et, és nagyon be fogom fogni az orromat. Inni nem tudok, mert egy választási bizottság tagja vagyok, inni nem tudok, de be fogom de fogni az orromat. Ez egy fontos kérdés. Ott van alkoholszonda? Tehát ha iszol... Hát nem, de félek tőle, hogy olyanokat mondanék, amit aztán jegyzőkönyvbe kerül, és aztán baj lesz belőle. Szóval nem csak tudtam. Úgy tudjuk. Nyilván András is könnyebb. Hát azért
könyörgök, hát ebben az országban élünk, bár ma a műsorban beszéltünk, hogy ez az ország az, ahol emberek nem merik megmondani a politikai véleményeket. Ezeket hívjátok ti nem eldöntött, meg rejtőzködő, meg még majd holnap fogja elmondani. De annyira csatlakozom hozzád, hogy a környezetemben azért viszonylag sok újságíró van, és a művészeknek az az álságossága, hogy egyébként úgy békeidőben viszonylag megnyilvánulnak ilyen témában, aztán eljön a harc ideje, mint egy ilyen kampányidőszak, megkérdezik őket, hogy kire szavaznak, vagy hogy egyébként politikai kérdés nem lehet föltenni nekik, az impresszáriójuk, hogy ilyen szépen fejezem ki magam, kiköti, mondhatnék neveket, de most nem szeretném őket pluszban magamra haragítani, hogy nem lehet őket ilyesmiről kérdezni. Miközben amikor ők akarják, akkor meg lehet. Ezt a kettőséget én nagyon... Olyannyira nem lehet ilyenekről kérdezni, és egyébként nem csak művészeket, hanem akkor szerintem tágítsuk ki a költ, mert egyáltalán nem csak művészeket nem lehet ma már politikáról, vagy politika, vagy akár közügyekről kérdezni, mert mindenki be van attól persze, tolva, a közérti eladótól közönk, hogy úristen, de te olvastad, ami a Bodrogi alatt volt, mert a László Imrétől meg ugye mondták, hogy de hát a Bodrogi mindig is fideszes volt, amire ugye mondta a László Imre, de hogy ez így van. És szegény Bodrogi Gyula megnézhette ezt a Facebook folyamot. Ez egy másik kérdés most, amit most arról beszélek, hogy most igen, ma már nem igen. lehet tulajdonképpen nemhogy színészekkel, de tulajdonképpen senkivel beszélgetni. És most már szerintem az is érdekes, hogy nem úgy csak nyilvánosan nem lehet ezeket a kérdéseket feltenni. Politikusoknak meg pláne, mert nem is állnak szóba ugye most már velünk, de szinte már a magánbeszélgetésekben is kezd ciki lenni. Tehát már családoknál kezd. De várj, rosszabbat mondok ennél. Hát, hogy ez már ennél is. Ha Bodrogi Gyula azt mondta volna, hogy ő szerinte van globális felmelegedés, az önmagában egy politikai állásfoglalás ebben az országban. Tehát, hogy itt tartunk... Máshol is mondjuk, Amerikában is Trump. Hát az egy másik rémálom, de ezzel legyen az ő problémája. Ez legyen a kettős állampolgárok. Igen, duplán hátrányos helyzetű. De szóval ez az én igazi problémám, hogy önmagában persze titkolom, hogy kire fogok szavazni, de már régen benne vagyok, és Katujában, hogy Pataki okay, Attilát akkor hallgatok, vagy... Ez most... Hát de most komolyan, most nem? A konkrét történetnél maradunk. Ez bátorság, dűresség, micsoda ez? Én tisztelem, abszolút tisztelem őt értem. Én egy teljesen normális dolognak tartom. Egyetértek az, hogy ha valaki el akarja mondani, akkor mondja el, ha nem akarja, nem mondja el. Én szerintem nem is, eleve a kérdésfelvetés furcsa, hogy ott tartunk a Magyarországon, hogy arról beszélünk, hogy úristen, valaki elmondta, hogy kire fog szavazni. Szerintem is pont ez a lényeg, hogy ez lehet, hogy sokaknak dőrességnek tűnik, miközben ennek teljesen normálisnak kell lennie. És hogy ez így alakult, azban azért azt gondolom, hogy van felelősség a regnáló politikai elitnek. E kevés. Akkor adtunk 48 másodpercet a harmadik utolsó harmadnak. Reklám.